Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyúl lesz. De dehogy is! Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Gátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet, a medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is, toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj veszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyikok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyikőtöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat! Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogás. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább! Tennünk kell valamit! Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyék kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtak. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk! Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli.
Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre csak egyik kevéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a zödön, és kergetni kezdte fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedve derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggeliét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. Mi újság, Kuflik? Akkora tél volt, hogy csak na. Amerre a szem ellátott, minden fehér volt, mintha csak egy óriási habszifon durrant volna ki az elhagyatott rét közepén. Mennyire kihalt ilyenkor ez a vidék? Sóhajtott a Pofánka. Így van. Bólogatott Béla bá. Az állatok egy része téli álmot alszik, egy másik részük viszont ébren van, de közülük egyesek, mint a hópaglyok, hócsigák, hógiliszták, hómenyétek, nem látszanak, mert ők maguk is fehérek, mint a hó. És a többiek? Kérdezte Valér. Bebújtak az odójukba, vagy elutaztak melegebb vidékre. Én inkább a téli álmot választanám, mint az utazást. Dörmögte zödön. Pedig utazni sem rossz. Persze nem volt ilyen időben. Az unatkozásnál bármi jobb. Ász! Jegyezte meg Titus, és kifújta az orrát. Nincs kedvetek játszani valami? Kedvünk volna, de mi legyen az? Mi lenne, ha hógolyóznánk? Kérdezte Hilda. Az olyan régi módi dolog. Rázta a fejét Pofánka. Inkább rendezzünk jégcsapgyűjtő versenyt. A kedvenc téli szórakozásom. Kurjantott lelkesen Titus. Akkor már is induljunk. Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Gyerekek! Én csak szólok, hogy azon elindultok itthonról, mindig történik veletek valami kellemátlási. Megfigyeltem, mindig az van. Bólintott a Fatuskó. Örökösen akad valami gond. Tisztára, mint valami kitalált történetben. Érdekes, ez eddig fel sem tűnt. Ingatta a fejét Béla bá. Akkor szerinted inkább maradjunk itthon? Nézett a Fatuskóra Fityérz. Hát csak azt mondom, jobb az óvatosság. Emlékezzetek csak, amikor Béla bá a felfordulós kulcsot találta, vagy amikor átévettetek a hóban, ugye bár? Vagy amikor Hilda felpróbált egy varázsgomba kalapot? Arra nem emlékezhetnek. Bökte meg Hilda a Fatuskót. De hát, ha állandóan itthon ülnénk, sosem történne velünk semmi, mondta Titus. Az miért volna baj? Mert unalmas lenne. Ez egészen biztos? Kérdezte Fityérc. Mit szólnátok, ha kipróbálnánk? Maradjunk itthon, és nézzük meg, mi történik, amikor nem történik semmi. Elvégre pont ráérünk. Hát jó. Szólj, amikor kezdhetjük. Nem tudom, mi legyen a jel? Szerintem mondjad azt, hogy cickájcuc.
az elég vicces lenne. Dugta ki ekkor a fejét odujából a mohamanyi. Rendben, mondta Fityirc. Cic, kagy, cucc. Rikoltott a teli torokból Fityirc. Most mit kellene csinálni? Semmit, épp ez a lényeg, mondta neki Hilda. És így is lett. A kuflik nem csináltak semmit. És még mindig semmit. Így telt múlt az idő. Mennyivel fárasztóbb szánt szándékkal nem csinálni semmit, mint csak úgy. Igazad volt, ez tényleg unalmas. Elhálmosodtam. Ásított nagyot Hilda. Ha nem történik semmi, akkor ráadásul nem lesz rólunk semmi mesélnivaló. Miért? Ki szokott rólunk mesélni? Nem tudom, de ha valaki megkérdezné, hogy mi újság, kuflik, akkor nem tudnánk semmit sem mondani neki. Az elég nagy baj volna. Olyan lenne, mintha nem is volnánk itt. Láthatatlanok lennénk, mint fehér teve a hóban. Akkor hát gyorsan csináljunk valamit. Mondjuk keressünk jégcsapokat, ahogy eredetileg terveztük. Azonnal induljunk! Azzal nagy vidáman mind elindultak lefelé a kupacról. Gyerekek, vigyázzatok magatokra! Ne félj, hamarosan visszajövünk. És akkor majd megkérdezem tőletek, hogy mi újság, kuflik, jó? De a kuflik ezt már nem hallották. Leértek a kupac aljába, aztán eltűntek a hóval borított réten arrafelé, amerre jégcsapokat csörget a bokrok kopasz ágain a szél. Nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jó lesne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Hová? Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Mm-hmm.
Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lett volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Arrivederci! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva. Tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Sikerül! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kufli kupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborba. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent?